A kísérletünk főszereplője egy pörgettyű. Vizsgáljuk meg, hogyan viselkedik forgás nélkül, mint fizikai inga. Az alátámasztási pont és a tömegközéppont távolsága könnyen állítható. Először helyezkedjen el a tömegközéppont az alátámasztási pont alatt. Jegyezzük meg ennél a távolságnál az inga periódus idejét. Csökkentve a távolságot, növekszik a periódus idő. Csökkentsük még tovább a távolságot, a periódus idő tovább növekszik. Ezután állítsuk be az eszközünket úgy, hogy a tömegközéppont magasabban legyen, mint az alátámasztási pont. Ekkor az eszköz ledőlne a tartójáról, instabillá vált. Keressük meg azt a helyzetet, amikor egybeesik az alátámasztási és a tömegközéppont. Most közömbös helyzetű az eszközünk. Ismételjük meg kísérleteinket, de most forgópörgettyűvel. Az eszközünk lengések helyett precesszáló mozgást végez. Most ennek a szögsebességét jegyezzük meg. Emelve a tömegközépponton azt tapasztaljuk, hogy lassú a precesszió szögsebessége. Figyeljük meg, hogy mindkét esetben a tengely vége felülről figyelve az óramutató járásával ellentétes mozgást végez. Emeljük tovább a tömegközéppontot, tovább lassul a precesszió szögsebessége. Emeljük a tömegközéppontot úgy, hogy legyen instabil az eszközünk. Ekkor nem dől le, hanem ellentétes irányú precesszióval válaszol. Végül keressük meg a közömbös helyzetet. Ekkor az erőmentes pörgettyünk tengelye tetszőleges helyzetbe állítva nyugalomban marad. Ezt a beállítást nem is olyan egyszerű elérni.